Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ünnepi képviselőtestületi ülésünkön, melynek keretén belül átadjuk a Szakáli Mátyás pedagógus emlékérmeket és a postumus díszpolgári címeket. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A Szakáli Mátyás pedagógus díjat Budaörs város önkormányzatának képviselőtestülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította, Szakeli Mátyás pedagógus emlékérem 1993 óta adományozható a oktatásban, nevelésben kiemelkedő munkát végzők részére. A rendeletünk úgy fogalmaz, hogy az emlékérem adományozható első kategóriában életművéért, annak a pedagógusnak, aki Budaős városáért kiemelkedő tevékenységet végzett, illetve annak a pedagógusnak, aki folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő, oktató munkát, az óvoda, iskola sajátos arszolatának egyik meghatározó egyénisége, munkájával, óvodájának, iskolájának, Budaörs városának elismerést szerzett. Példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben. Legalább tíz évet Budaörsi nevelési oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott. Az emlékére mellé díszoklevél jár természetesen, valamint az adományozottat a mindenkori minimál ötszöröse illeti meg, és minden díjazott kap egy karórát is ajándékba, ami valamilyen módon természetesen a városra is fogja őt emlékeztetni. És akkor András fogja ismertetni a díjazottak életútját. Elsőként Csányi Annáét, a Mincenti József Római Katolikus Általános Iskola Tanítóját. Csányi Anna Általános Iskolai Tanító, Mentortanár. 1990 és 2006 között a Budaörsi Kesjár Csaba általános iskola tanára. 2006 óta a Mincenti József Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestületének aktív tagja, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Pedagógusként a hivatás tudat elkötelezettség a gyermekek és a szakma szeretete jellemzi. Munkájában kitartó, változatos tanítási módszereivel folyamatosan fenntartja a kisdiákok érdeklődését. Tanulmányi versenyekre eredményesen készíti fel tanulóit, de a lemaradók felzárkóztatását is épp oly türelemmel és gondossággal végzi. A Városi Tanulmányi Verseny szervezésével elismerést vívott ki pedagógus társainál és a város vezetésénél is. Hosszú évek óta sikeresen segíti pályakezdő kollégái, illetve a főiskolai hallgatók pedagógiai munkáját. Aktívan kapcsolódik be a budajosi plébánia életébe, 2015 óta a plébánia képviselőtestületének tagja. A Kőhegyen megrendezett passióban tanítványaival együtt statiszta szerepet vállal, ezzel is erősítve a budörsi hagyományokat. A hit és magánélete példaértékű minden kolléga és család számára. A Fenti Indokok alapján a képviselőtestület szakáli mátyás pedagógus emlékérmet adományoz számára, amelyhez gratulálunk, és kérem, hogy fáradjon ki átvenni a díjat. És akkor innen is gratulálok, és a második díjazott Turcsik Viktor igazgató úr, a Herman Otto általános iskola igazgatója. Turcsik Viktor 2003-tól a Budörsi Herman Otto általános iskola igazgatója. 2000-től matematikát tanít az intézményben, kommunikációs igazgatóhelyettesként segíti az iskola munkáját, és minőségügyi feladatokat is ellát szakmailag elkötelezett, lelkiismeretesen vezeti az iskolát. Folyamatosan képezte és képzi magát 2014-ben mesterpedagógus minősítés szerzett. Vezetése alatt az általános iskola egyedülálló rugalmassággal alkalmazkodott a folyamatosan változó társadalmi igényekhez, de a közel négy évtized alatt kialakult hagyományokat megtartotta. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az iskola tanulói örömteli légkörben személyiségük pozitív elemeinek kiaknázásával készüljenek a felnőtté válásra. A diákok kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken. Vezetése és irányítás alatt a pedagógusok kiteljesedett szakmai munkát tudnak végezni az iskolában. Az intézmény kollektívája összetartó, munkájukat magas színvonalon végzik. Rendszeresen együttműködik önkormányzatunkkal, minden ügyben a közös megoldásokat keresi. Kiemelte jó kapcsolatot ápol a társintézményekkel és a városi szakemberekkel. Kiemelt céljai a szakmai színvonal megőrzése, fejlesztése, az intézmény modernizálása, megújítása, a kor igényeihez való közelítése. Pedagógusi pályafutása a Herman Otto Általános Iskola érdekében végzett kiemelkedő vezetői tevékenysége miatt a képviselőtestület Szakári Mátyás-díjat adomány az részére, amelyhez gratulálunk, és kérem, hogy fáradjon ki átvenni. hálásan köszönöm a szót, meg, megadták itt a lehetőséget, hogy megköszönjem a díjat. Tehát köszönöm alpolgármester úrnak a jelölést. De hát mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen díj az egy embernek szól, de egy egész közösségnek üzenet. És én mindig nagyon büszke vagyok arra, amikor Hermanos pedagógus kapja a díjat, és ezt persze különleges megtiszteltetés, hogy én kaptam. Nyilván a köszönet illeti a nevelőtestületemet, aki egy ilyen színvonalas iskolában ilyen színvonalas munkát végez. Nagyon szépen köszönöm a feleségemnek, aki mindig bátorít. És hát Cervantes egy nagyon híres művében a Don quixote így, hogy a magam köpönyege alól még a királynak is fityet hányok. Köszönöm város önkormányzatának a köpönyeget, és azt is köszönöm, hogy erre a köpönyegre most ezt az érmét akaszthatom fel. Állásan köszönöm. Budős város önkormányzatának képviselő testülete a város fejlődése, Budős város a lakossága szebb és jobb életének megteremtése érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére, a város hírneve öregbítésének érdekében kifejtett tevékenységért Budős város díszpolgára címet alapított 1991-ben. Díszpolgári cím adományozható annak a személynek, aki Budős város fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedett, Társadalmi, gazdasági, tudományos és művészeti területen maradandó alkotásokkal különösképpen segítette a város jó hírnevét, kimagasló munkásságával hozzájárult Budosváros fejlődéséhez, tekintélyének növeléséhez. Életművével hazánk és más népek társadalmi gazdasági szellemi művelődését, a nemzetközi békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálta. A díszpolgári címmel, Postumusz adományozás esetén díszoklevél jár, az oklevelet az adományozott élő örököse vagy egyházi személy esetében egyházának képviselője veszi át. Idén, 2019-ben tehát két díjat adunk át, elsőként Néhai Bató Géza tanítója. Ismertetni fogom a képviselőtestület díszoklevélének a szövegét város önkormányzat képviselőtestülete a 257 per 2018 számú határozata értelmében néhai Bató Géza tanítót, a budai passőjátékok megteremtőjét megválasztotta Budaorsváros posztumusz díszpolgárává. Bató Géza népművelő és tanító munkája mellett az 1933-as budaorsi passőjátékok megálmodója, szervezője, szövegírója és rendezője. Az első világháború után a Lira dalkört újraélesztette, és a dalkör tagjai lettek a pasió játékok szereplői. Budörs első moziának alapítója. A mozi működését a kezdeti időkben mozigépészként is segítette. A Budörsi Önkéntes Tizótó Egyesület alapításában is nagy szerepet vállalt. Munkássága olyan értékeket teremtett Budaörsnek, amelyet a város a mai napig büszkén őriz. Budaörs 2019. május 30. Vittinkov Tamás polgármester, dr. Bocsi István jegyző, a díjat, illetve az emléké oklevelet átveszi dr. Bató András, Batú fia. És a második díj is posztumusz kitüntetés, dr. Sík Zoltán Kanonoké. város önkormányzat képviselő testülete a 257 per 2018 számú határozata értelmében néhai dr. Sík Zoltán Kanonok hitoktató egykori budörsi plébánost megválasztotta Budaörsváros posztumusz díszpolgárává. Dr. Sík Zoltán 1944-ben került városunkba Káplánnak, majd 1946-ban plébánosi kinevezést kapott. Átélte a város lakosságának kitelepítését, az itt maradottak benne találtak vigaszt. Azon munkálkodott, hogy hívei tudatos, igazi, felnőtt keresztények kíváljanak. Családos közösségeket hozott létre, ezzel a templomi közösséget építve. 1946 után a határon túról betelepített emberek idegenként érkeztek Budaörsre. Ebben az időszakban tevékenykedett városunkban Sík Zoltán atya, aki vigasztalta az itt maradottakat, reményt próbált adni az elődözötteknek, és befogadta, integrálta az érkezőket. Budaörs, 2019. május 30. Wittinkhoff Tamás polgármester, dr. Bocsi István jegyző. A díszok átveszi Varga János Plébános és Mihály Berger Mátyás az Egyházközség világi elnöke. Tisztelt, kedves minnyájon, nem akarok senkit se kifelejteni az üdvözlésben. Igazán meglepett, amikor kedves elődömnek, dr. Sik volt pedig bánosunknak, aki 30 évig volt itt, 44-től 74-ig, illetékes lelkipásztora a budősi katolikus világnak. Jó leső érzés volt ezt a eléggé, hát a, Halála után érkező tiszteletadásnak ezt a formáját, hogy közölték velem, velünk az egyházközséggel, és én őszinte köszönettel veszem át és őrzöm meg Prívániáknak kedves emlékeként a város részéről a megtiszteltetésnek ezt a nagyszerű, egészséges, emberi formáját. Kívánom, hogy ez a lelkület legyen mindjobban, ami úgy eluralkodik közöttünk, Buddháérségek között. Egyetlen szóval egészíteném ki még János Atya mondani valóját. Én koromnak és hitemnek köszönhetően abban a szerencsés helyzetben vagyok, de néhányan vagyunk, akik személyesen ismerhették a dr. Sik Zoltán, egy nagyon kiváló, nyitott személyiség volt. Nekünk fiataloknak közösséget teremtett. Emlékszem arra, hogy közösségi helyünk még nem volt. A plébánia napaliába hívott meg minket, ahol farsang volt, szilveszter volt, zenélt, bűvészkedett, társasjátékot vezetett, úgyhogy egy kiváló személyiség volt. Mi budaörsiek ugye hálásak vagyunk, hogy a legszörnyűbb időben is mellettünk állt, úgy, úgy gondolom, hogy az ő személyisége mély nyomot hagyott budaörs történelmében, ezért ez a cím méltó helyre került. Köszönöm, Köszönöm. szépen.